A Kárpát-medencében a jövőt magyar nyelven írják. Erről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt a magyar állandó értekezleten. A témával kapcsolatban üdvözlöm a stúdióban Pótápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkát, akit a Magyar Diaszpora Tanács üléséről is kérdezek. Majd jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Hogyha azt mondjuk, hogy diaszpora, csak hogy egy pici mozgásteret nyerjünk, akkor hol, mennyi magyar nemzetiségű magyarról beszélünk? Jó reggelt kívánok! Ugye a magyarságnak mondjuk három részét lehet elkülöníteni. Egyrészt, akik itt élünk a Kárpát-medencében, illetve Magyarországon, aztán Kárpát-medencei magyarság Magyarország határai mellett, illetve a Kárpát-medencében és a diaszpora magyarság. Ők különböző emigrációs hullámokkal kerültek ki Nyugat-Európába, illetve a tengeren túlra, illetve az elmúlt évtizedekben, években. Azt lehet mondani, hogy körülbelül 2,5 millió magyar él Magyarország határain kívül a Kárpát-medence országaiban, és a diaszporában is körülbelül 2,5 millió ember, tehát Nyugat-Európában, illetve a tengeren túlon, Kanadától Új-Zélandig. A legtöbben egyébként az Egyesült Államokban élnek, hogyha ott mindenkit beleszámolunk, több generációs leszármazottakat, magyarokat, akkor ott kb. 1,5 millió magyarról beszéltünk, de nagy közösség van Kanadában, 330-350 ezres, és lehetne végigmenni a világon, még Ausztráliában is kb. 100 000 magyarról beszéltünk. Most a napokban köszöntötték ugye az 1 milliómodik új magyar állampolgárt. Ez mekkora siker, és hát most e tekintetben, ahogy már a számokat elsorolta, mennyi tartalék van ilyen értelemben ebben? Igen, hogyha nemzetpolitikáról beszélünk, akkor azt mondhatjuk, hogy 2010-ben egy gyökeres fordulat következett be. 2010 és 2014 között teremtettük meg a mai nemzetpolitikának az alapjait. Ennek egy nagyon fontos döntése volt 2010. május 26-án, akkor még az új kormány megalakulása előtt, de már az új parlament megalakulása után fogadtuk el a kettős állampolgárságról szóló törvényt. Ennek értelmében 2011. január 1-től kezdődött meg ez a folyamat. 2011. március 12-én voltak az első olyan állampolgárok, illetve tették le az esküt, akik már ennek a törvénynek alapján, egyébként Mohácson voltak ők, Szekó József polgármester úr előtt, én is ott voltam, és a horvátországi magyarok tették le az esküt. Na most azóta ez a folyamat ott tart, hogy több mint 1 millió 2 000 magyar állampolgár már letette az esküt ebben a folyamatban. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási eredmény, mert a nemzetközi jogi egyesítését tudtuk megvalósítani ezáltal. Nyilván még van ebben lehetőség, de olyan gyors előrehaladást ebben már nem lehet elérni, mint mondjuk 3-4 évvel ezelőtt, hiszen azok, akik meg akarták szerezni a magyar állampolgárságot, főleg érzelmi okok miatt, azoknak a nagy része már letette az esküt. Két dolgot szeretném még, ha beszélnénk, és remélem mindkettőre jut idő. Az egyik az, hogy döntést hozott a MÁ-ért, mely szerint 2018 a külhoni magyar családok éve lesz. Ez mit jelent pontosan? Ez így van, minden évben tematikus évet hirdetünk meg. Kezdtük a kisiskolásoktól, és haladtunk a felsősök felé. 15-ben a szakképzés évét hirdettük meg, aztán utána a fiatal vállalkozók évét, a tavaly volt a családi vállalkozások éve. Ezeket az éveket az utóbbi években azért ebbe az irányba toltuk el, mert előtérbe helyeztük a közjogi egyesítés mellett a szülőföldön való boldogulást. Ennek meg ugye, vagy ezért viszont gazdasági eszközökkel is kell támogatni a magyarságot, és ennél a gondolatnál maradva szerettük volna, hogyha alkalmazkodunk az itthoni trendekhez, hogyha mondhatom ezt a szót, hiszen az EMMI a családok évét, illetve a kormány a családok évét hirdeti meg 2018-ra Magyarországon, és maradva a gazdaság támogatása mellett, maradva az intézmények, magyar intézmények támogatása mellett, mi is a külhoni magyar családok évét hirdettük meg. A másik, amiről mindenképpen szeretném, ha beszélnénk, ez a Minority Safe Pack. Ez egy kezdeményezés, ez miről szól, mit akar, mi van mögötte? Ez egy érdekes
kifejezés. Május 3-án, hogyha jól emlékszem, Kolozsváron hirdették meg ezt az aláírásgyűjtési mozgalmat, mégpedig a FUEN, ez egy nemzetközi szervezet, tavaly óta magyar elnöke van Vince Lorant személyében, ez az európai kisebbségeket tömörítő európai szervezet, és az RMDS. Ennek a, körülbelül úgy lehetne lefordítani, hogy az európai őshonos kisebbségeket támogató kezdeményezés, ennek a lényege az, hogy következő év, tehát 18 áprilisára 1 millió aláírás kell összeszedni, vagy gyűjteni legalább 7 európai uniós országban, amelynek az a célja, hogy az Európai Unió tűzze napirendre az európai őshonos kisebbségekről szóló akár törvénytervezetet, akár pedig a róluk való gondoskodást. Ma Európában 60-70 millió őshonos nemzeti kisebbség él, hogyha őket egy országba tennénk, akkor gyakorlatilag a második, harmadik legerősebb európai államról beszélhetnénk, és mi úgy gondoljuk, hogy ezeknek az embereknek, akik több száz éve vagy akár ezer éve is ugyanazon a területen élnek, gyakorlatilag annyi jogokkal nem rendelkeznek, mint az egy éve vagy másfél éve bejött migránsok. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és egy picit eligazított minket ebben a témában. Köszönöm szépen. Köszönöm.